Most jobb. Kicsit sötét. Nem baj. Hű, ez kemény volt. Mennyi az idő? 2 óra van. 2. Délután 2 óra van. Milyen dátum van? 4.-15-e van. 2015. Az egész délelőttöt egy... Most értem az a... Mindjárt kifújom magam. Mindjárt keresek egy papírt, az azért fontos, mert... Pont jó lesz. Találtam egy üres papírt, az üres papír persze ahhoz kell, hogy lerajzoljam, hogy mi történt ma. Nem tudom máshogy elmondani, közben bekapcsolok magamnak valami zenét, ezért vettem fel ezt a vackot. Hogy? Mindjárt indul a zene. Csinálom a papírt közben. Na szóval, voltam benne a 19. kerületi... Miért ilyen halk ez a vacak? Jó, most már jó lesz. Voltam benne a 19. kerületi családsegítőnél, itt egy tor, és ott van egy olyan nő, úgy hívják, hogy most milyen nevet mondjak, személyiségi jogok, stb. Emese. Köszönjük, Emese. Ez így jó lesz. Ez egy ilyen telefonos kisasszony. Ja? Elkértem tőle. Ott van messze a papír, hogy mi a telefonszám. Mi a pontos cím, mi a nagyjáboli cím. A 19. kerület, Ady Endre főúton le kell kanyarodni jobbra, és akkor balra, és ott van egy ilyen lerakat. Ezt nem tudom szebben mondani. Jó, lerakat. Ez egy, megpróbálom lerajzolni, hogy ott milyen látvány fogad úgy mindenkit. Szóval azt mondta nekem az MSE, hogy menjek be arra a címre, és ott van egy olyan család, akinek van 2 vagy 3 gyereke, és akkor nekik jó lenne, hogyha tudnék én intézni számítógépet, és akkor ez itt jó. Na, hát nem ez történt, hanem az történt, hogy elfelejtettem, hogy hívják az utcát. Mindegy. Lerajzolom. Utca. Borzasztó rosszul néz ki. Össze-vissza dülöngélő viskókba laknak hatalmas, nagy létszámú családok. Megvan? És engem úgy küldött be oda Emese, hogy ott egy család lakik. A tégla rádől a kisgyerekre. Megvan? Na. Akkor mutatnám. Így néz ki. Nem tudom, mennyire látjátok. Várjál, mindjárt, ahogy mutassam. Így jó, na. Így mutatom, jó? Tehát itt az utca, itt jövök be, és minden egyes ilyen bódéban, amit fás kamrának se tudnék nevezni, laknak családok. Megod? 4, 5, 6, itt is laknak még, tehát 4, 5, 6, 7, 8. Itt középen, itt ki van hagyva egy hely. Ezt azért jelöltem ilyen szakadott vonal, mert ez egy másik telek, jó? Tehát ez nem a mi részünk. Ez a mi részünk, és itt középen ki van hagyva egy ilyen hely. Erre a helyre, középre össze van hordva a lom. Most van lomtalanítás, és ide hordják az összes rossz hűtőszekrényt, rossz mikrót, vasakat, fákat, stb., amivel télen lehet fűteni. Mert ezeknek a családoknak, akik itt élnek, de semmiük nincs. Téli tüzelőjük sincs. Na, vágod? És... Ez kicsivel több család, mint amire számítottam, mert az MSI-nek az állítása szerint, ahogy megyek az utcán, itt van a kabu, mit tudom én, 2B, és a 2B alatt lakik 2 felnőtt, 2 gyerek, ezek a jelzések, jó? Tehát 2 felnőtt, 2 gyerek, és csá, oda bevihetnék egy számítógépet. Na de itt a sztorinak nincsen vége. Nincsen. Figyelj, most jön a csavar. Mivel, hogy ezek a családok a lomiból élnek, ezért kiderült, hogy ők rendelkeznek ám számítógéppel, és nem is akár mennyivel.
Majdnem minden egyes családnak van kettő számítógépe. Egy nagyon régi 486-os, és egy relatív új P3-P4. De monitoruk egy darab nincs, billentyűjük egy darab nincs, egér egy darab sincs, kábeleket mind lenyúzták. A monitorokat mind összetörték, mert ugye rész van benne, és akkor a reset felhasználjuk. De maga a számítógép az így félre van dobva, mint egy ilyen majd később jó lesz valamire dolog. Tehát egy kicsit agyatlannak érzem ezt. Visszatérve erre az előzőre, azt tudnám ezzel kapcsolatban így mondani, hogy nem egyszerű. Nincsen monitorom. Nincs. Egyetlen darab tesztmonitor van, meg egy ilyen nagyobb fajta monitor, valamint egy mosógép, de az meg vibrál. Vibrál a képe, azt egyelőre nem nagyon akarjuk kivinni. Meg van itt ez a vacak, ez az 1024-es. Tudod melyik? Ott az a vacak. De tudod jól, annak meg nem jó a képe. Mert a Monitor Szerelők Országos Egyesülete valahogy nem nagyon akar segíteni abba, hogy ugyan javítsuk már meg egy ilyet teljesen ingyen. Úgyhogy a viszintes szinkronizációja nem jó, azzal valamit meg kéne kezdeni. Nem tudom, hogy ebből bármikor lesz-e bármi is. Magyarokon van a hangsúly, úgyhogy nagyon nem hiszem, hogy ez működni fog. Mindegy. Mit mondtam, most van 4.15-e. Az előbb a videó elején már mondtam. És a mai napon megkíséreljük legalább az egyik számítógép teljes összeszerelését. Össze van szerelve, ez nincsen gond, de billentyűt kell kivinni, egeret kell kivinni, kábelük is van, képzel, találtunk kábelt. A 220 voltos tápkábelről van szó, ami a hálózati számítógépnek szükséges áramot biztosítja. Jó, tehát a tápkábelt találtunk, és nem tudom, hogy honnan kerítünk monitort, jó? Tehát ez még egy ilyen kérdőjeles dolog. Mihelyest átérek, ez még ma lesz, tehát 15-én ma, átérek, az én nagy barátommal megcsináljuk a leltárt, hogy mi van, mi nincs, és mi az, ami még kellene. Már most mondom előre, hogy darab monitorunk nincsen, kurva szarul állunk memóriával, jó? Tehát DDR1-es, 4-es, 100 MHz-es memóriákra van szükség, jó? És a mérete ne legyen 32 megás, jó? Nem imádkozom, kérlek téged, nem tudom, hogy így kell kérni, vagy így, nem tudom, jó? Úgyhogy mihelyest ezt a dolgot megoldjuk, hát majd látjátok, jó? Majd ebben a videóban, hogy alakul az helyzet. Természetesen ezt a lakás elrendezést, ezeket a lakásokat föl fogom venni neked videóra, jó? Hogy te még ilyet nem láttál. Én is vittem ki számítógépeket döngölt padlóra, ahol egy asztal, egy szék nincs a család tulajdonába, vágod, ilyen helyzetben élnek emberek. Na de ez. Ezek a családok, ahogy élnek, haver. Hát tik már, nézd már ott hozzá, ezt hozzá. Igen, ezek azok a családok, akik eljárnak mindig lomizni, és a fémet visszaviszik a méhbe, és akkor abból igyekeznek megélni, mert egészségügyi problémájuk van, levegő allergiával, meg nagyon durva dolgokkal élnek ott az emberek, és hát van lejjebb. Jó? Tehát azért, mert most te nézed ezt a videót, meg számítógépről, rendkívül modern mobiltelefonról nézed ezt a videót, de az nem azt jelenti, hogy mindenkinek van. Ha mindenkinek lenne számítógépe, mindenkinek lenne mobiltelefona, mindenkinek lenne cipője, vágod? Ne menjünk az elektronika irányába, cipője meg ruhája nincs mindenkinek, jó? Tehát, hogyha mindenkinek meg lenne mindene, az vagy kommunizmus, vagy a nyersanyag alapú gazdaság. A kettő között rengeteg különbség van, és semmi köze a kettőnek egymáshoz. Én csak a végeredményt mondom, jó? Az a jelenlegi rendszer, amiben most élünk, természetesen nem ez. Ezt kapitalizmusnak hívják, és ezért tart, mindenki itt tart.
Na, kicsit hosszúra nyúlik ez a videó, az közben nem dolgozok. Neki kell állnom ingyenes monitorokat keresni az interneten. Segíts, ha tudsz. Jó? Mert valószínűleg te neked is van ismerősöd, haverod, rokonod, akinek fönn a sufniába van egy régi-régi monitor. Még az is jó. Még az is jó. A régi billentyű, nem a nagy dugós. De ha nagy dugósat hozol, nem fogunk agyon verni. Jó? Ha segítesz, te, igen, te. Ha te. Ha segítesz, akkor én is tudok. Akkor a műhely is tud segíteni. És ki tudjuk vinni tovább a gépeket. Vágod? Nélküled nem megy ez a dolog, értsd már meg! Fogd föl! Jó? Úgyhogy megyünk és levideózom ezeket a többi részeket, és rövidesen jön a leltár, hogy mi van, mi nincs, és hogy állunk, és miből van nagy hiány. Jó? Úgyhogy... Mondjuk, hogy megy, jó. Megy. Ez ugyanaz. Ez nem tudom, hogy memória. Mi? Csak leteszteli. Nem. Biztos, hogy nem ugyan. Ez szerintem szar, ahogy van. Hogy csinál valamit? De nem jön jel, hát nem villan a billentyű. De a ventilátor nagyon fazán működik. Tettél pasztát az ízék közel? Persze. Mi van, ha döglött az egész alaplap? Nem hiszem. Állj, indítsd el így, memória nélkül, és sípol le. Oké, nyomkodó. Igen. Ez itt élsz. Mondom, halott az alaplap. Nem biztos. Lehet, hogy csak a bioszabba passzolgott be. Elem ki, 5 perc. Vagy 2 perc. Nem hiszem. Ne higgyél nekem. De akkor meg fordítsd meg az elemet. Fordítsd meg az elemet, és kireszteli. Bekapcsolod, és kireszteli az egész áramkört. Nem így nagyjából fogjuk. Aha. Rendesen fogjuk ezt a kamerát. Jó. Vajon hol a kamera? Ott. Ott. Megmutatjuk, mi történik, jó? Tehát üzem közben világít az alaplap, emberünk kiveszi a elemet. Végre, de jó, van, most már biztos kijön. Pont mire bekapcsoltam a lámpát, addigra szedi ki. Szégyed magad. Nem kell visszatenni, zárd össze izével, csavarúzóval. Nyom meg a gombot alul, akkor legyél te a gombimen. Mert lassan. Ott. Oké, mehet. Kiütötte? Nem, még menjem. Így van. Ne tarts nyomva azt a bekapcsoló gombot. Nem tartom, mert én nekem van a közöm rajta. Meg hadd menni. Jó, ennyi. Lejött. Ennyi. Ezt kihúzzuk. Oké, ki van húzva. Tessék. Mehet vissza. Elemet tedd vissza rendesen. Ja, ez a számítógép, ez Lomiból van, jó? Lomis? Igen, azért működik így. De ha semmit nem tudunk belőle megmenteni, van egy frankó hűtőnk, ventilátor, és egy szuper táp, amin a következő dugót találtam. Nem nyomtad be az érzékelőt. Hogy tetszik? Jó kis dugó, mi? Jó, az ennyi alá, hagyjuk. Ez egyáltalán nem sípol. Ez kuka. Nem biztos. Én nem bízom már benne. Jó, bazdmeg, hát én már javítottam ennél szarabot. Jó, egyelőre hagyjuk így, jó? Nem akar működni. Jó, hagyd így, hát összeraktuk legalább azt. Úgyhogy így hagyjuk, aztán majd mindjárt megyünk tovább. Igen, mindjárt megyünk. Na! Segítesz egy kicsit ezt arrébb, teszed ezt a pár vinyót? Természetesen ezeket majd meg kell számolni. Úgy tedd arrébb őket, hogy lássuk, hogy mindegyik idés. Jó? Tehát, hogy erre felé álljon a kortja. Szuperbe. Na szóval, hova tegyem? Fogjad. És ne zoomoljál, mert akkor el van baszva. Szóval. Hát akkor kezdjük. Hányadika van? Mennyi hátrébb ott a sarokba, hülye a gépnek. 15. És 16-dika van. 2014 van. Milyen hónap? Április. 4. hó. Egyedik hó, 15. Egy hónappal nemzetinek mondott ünnep.
Március 15. Látni a videóba? Azért annyira nem kell közel hozni. Na, jó? Jó? Tehát egy hónapra később. Május 24. 2014 december. Én meg azt mondtam az előbb, hogy most 2014 van. Vágod? 2015 van, csak szóval. Elbasztod. Na szóval, húzzuk egy... Mi az a telefonszám? Mi az az én számom? Na, húzzuk egy vonalat. Fogod fönn, bazd meg! Fogod fönn! Ne csinálj! Kiabálni kell, és akkor megy. Szóval, ház. Mennyi van? Sok. Sok. Alaplap? Sok. Helyek hozzá. Nem, teljesen. CPU-ból? Sok. Abból is sokan. David, te meg mutassad közben, amiket nézünk. Ja, jó. Hát... Ja, te vagy most az opera man. Ide is, ide is. Na, Zsolti, szerintem vedd át a kamerát, mert amatőrök vagyunk. Mennyi ház van? Mutasd meg, hogy mennyi ház van. Jó. Te meg bukjál már le, mert nem rád vagyunk kíváncsiak. Itt is van, rajta is ülünk, itt hátul is van, itt is, ott is van. Azok már kézgépe. Azok készek, azokat nem vesszük. Jó, akkor alaplapot, azt is mutasd meg. Itt is van, lent is van. Azokat mutasd meg, jó? A házakban lévőket is mutasd meg, hogy abban is vannak. Itt is van még bőven, itt vannak. Jó, most jön a durva rész. Most jön a durva rész. Memória. Ezt vedd le, és akkor nézzük, hogy miből mennyi van. Jó. Ugyanaz lesz egyébként, mint az előző. Szóval? Nem teljesen. Következő memóriák vannak. DDR1-es. DDR2-es. Honnan kezdjük? DDR3-as és speciál. Jó? Mennyi DDR1-es van? Darabra? Igen. 256-osból. Nem, a 256-ost azt nem számoljuk. Azt mondjuk ide nekem a 256-ost. Az meg X-es, amúgy is X-es. Jó? Ezeket nem számoljuk. Kérdőjeles, meg ki van X-elve? Van DDR3-asonk is. Igen. Hány darab? Egy. Milyen gyors? 2 gigás. 1333-as. Tovább. Elmentek hibás gyakorlatok semmiben. Na, 2-es vagy 1-est mondok most. Várjál meg, kutatni kell, mert összekeveredte. Ez is ide jön. 512-es. Ez pici 2-es. Ez a sajátom. Na, akkor mondom inkább az 1 gigásokat, az egyszerűbb. De 1-es mondja. DDR1 1 gigás. Ból van 2. A piros is az, igaz? 3. Ez nem, ez 512-es. De az is 3. Darabszám. Nincs darabszám. 3, 4, de a kérdőjeles? Kérdőjeles? Hát az inkább ne. De hát ez volt az, amit 8 gigának ismert fel. Ezt is beleszámoljuk. Majd később kompenzáljuk. Akkor 4. Az mennyi az? 12. Akkor 4. Jó, 4 darab. Igen. 11. Alex, hív. Beszalom. Windows, üss. Szóval 4 darab DDR1-ünk van, ugye? Igen. Jó. De 1 gigás. Igen. 5-12-et is lehet számolni. Nincsen nekünk? De van. 2. Akkor 4 plusz 2 darab. Jó, DDR2-est számoljad, vagy SD-t számoljad? DDR2. Jó. 256-ost ide. Az mindegy, hogy mennyi. 256-os az megy a levesbe. Ez kuka. Ez kuka. 128-as. Olyat találtam a múltkor. Miért nem fogadja el elsőre? Mert Windows bazag azért. Egy darab. Jó, az mi az? 2-es? 12-es. DDR2? Egy darab. Jó. És akkor SD-t számolj? Nem. DDR3-ból egy darab van? Igen. Jó. Tovább.
SD RAM-ból. SD RAM-ból is a 256-os kuka. Egy-kettőt esetleg megtarthatunk, de többi mint kuka. Akkor egyet megtartom, 12. 128. Az meg HP, és az duplán kuka. Mi van? Abban kettő van, az párban van. 512-es. Nagyon jó az. Ebből is van egy pár. Számold össze, mennyi van, számoljad. 2-2-t változtatom. Jó, jó. 1-2-3-4-5-6. Azt is számoljad, ha nem tud elmondani. HP-s, kuka. Vannak olyan memória gyártók, amiket nem nagyon fogadunk el. Az egyik ilyen a Hewlett Packard. 6. Jó. 6 darab. Speciál van? Rambusz vagy ilyesmi? Nincs. Jó. Akkor nincsen speciál. DDR3. Na, akkor viszont. Jó, megvan. Megyünk tovább. Figyelj, kameramen, megyünk tovább. Videókártya? Sok. Arra kurva sok. Hangkártya? Oda menj. Menj oda. Menj oda. Az a videókártya. Meg itt is van S3-okat is mutatni. Itt is van. Ott. Úgy. Nagyon jó. Tehát sok van. Hangkártyából mennyi van? Egy. Vagy három. Kell, 3-4 darab van. 1-2-3. 1-2-3-4, meg plusz még a gépekben van egy-egy. 6 darab. Jó, 6 darab, megyünk tovább. Hálózati kártya. 2-4. Sok. Következő, billentyű. Sok. Igen, egér. Egér sok. Mindjárt, várját, ezt le kell. Dokumentum. Na, vagy lassú. Monitor. Egy. Egy darab. Ez kicsit ciki. Egy darab. Na most elfogadta. Táp és kábel? Kevés, nagyon kevés. Egy-egy max. Egy-két kábelünk van már csak tápból. Ezt kell szerezni. Hány darab táp van? Azt ami működik? Ami hibátlan. Mert ezt kettő. Eddig egybe írtuk. Táp kettő, ami működik teljesen. A többi az zörgős, vagy valami baja van. Az ilyen venti cserés, meg ilyenek. Ezeket nem számoljuk, ne felejtsd el. Ami nőz, azt se számoljuk. Kettő darab, jó? Tápkábel. Mondjad, mennyi van tápkábelből? Elosztós is számít, sima is számít. Kettő, három. Amit most hoztál, azt bele lett téve, a fehér? Nem, akkor négy. Azt is tett bele, az hol van? Az a ja nem, beledobtam. Na, akkor az is benne. Akkor négy. Benne van, de azt a szemetet ne tedd. Tápkábel és vinyó. Ugye. Na, négy darab. Na, akkor én elköszöntöm tőletek közben. Nem haragszatok? Vinyó, nem haragszunk. Tudod, nagyfőnök. Vinyó, sok. Na. Ilyen nagyfőnök, szabon. Mennyi elég. Ezt meg vigyed magaddal. Mit csinál fel, dugja fel? Nem, valami BKV-s izébe, kukába dobjad ki fel a faszba. Azt meg minden. Mennyi nem. Na, szabon. Mennyi nem, mert csúnya vagy. És vinyóból sok van. Na, úgyhogy, következő helyzet. Megpróbálom így mutatni. Na, milyen dátum van most? 2015, negyedik hónap, ugye? Igen, 15. 15-ös van most. És ez a jelenlegi leltár. Nem állunk túl jól. Memóriával se, monitorral se, táppal, illetve tápkábellel. Vinyó most van, mert az most jött, hogy mehetek haza telepíteni, ez egy nagyon szép buli lesz. De számítógép házzal jól állunk, videókártya van, alaplap van, hűtő van, de tesztmonitor nem kerül ki, ugye az itt marad, és egyetlen darab monitorunk van, egy nagy, az meg azt mondja, hogy vibrál a képe, tehát nem valami nyerő helyzet, hogy őszinte legyek. Úgyhogy ez a helyzet, jó? Akinek van monitorja, tápja, tápkábele, illetve a memóriákban nyugodtan jöhetne még, mert ezekkel az egy darabokkal tényleg nem megyünk sokra, jó? SD-ramot még nem nagyon fogjuk már felhasználni, mert most hajintottunk ki egy csomó olyat, ami hát most már tényleg nem nagyon kell, jó? Úgyhogy így. Jaj. Látni valamit egyáltalán? Nem biztos. Na szóval, mint látjátok, eléggé sötét éjszaka van már. Igen.
Este 10 óra van. Az este 10 óra van, az azt jelenti, hogy most érek haza. Itt van nálam a sok izé. A sok vinyó, van benne vagy 10 darab vinyó. Jövök itt a lakótelepen. Itt van a sok autó mögöttem, most érek haza. És hát nekem még van telepíteni való, hogy este 10-kor. Na most az van betervezve. Most az van betervezve, hogy én reggel megyek vissza a műhelybe, és ott állítjuk kompletre össze a gépeket, vágod? Kompletre. Ez van most betervezve. Ú, de sötét van, öcsém. Jó, sötét van mi. Este 10 van, bazdmeg. Normális emberek ilyenkor már alszanak. De hát ugye ki mondta, hogy ebben a videóban normális emberek fognak szerepelni, nem? Hú, haver, nehéz ügy. Itt vagyok a 10 emeletesek árnyékába. Mindezt nagyon jól látjátok, itt mögöttem a 10 emeleteseknek a fényoszlopa, mint lépcsőház fény. Hú, nehéz ügy. Meg kezd fájni a hátam attól rohadt nehéz vinyótól, meg cibálástól egész nap. De még mindig nincsen vége. Már akkor lesz ennek az egésznek vége. Amikor elfogy az utolsó számítógép is onnan a műhelyből, és be tudom fejezni a munkát. Ez jó lenne. Sajnos nagyon sok mindent egyedül csinálok. Semmiféle segítségem nincsen. De mondjuk azért... azért el tudnám képzelni, hogy van segítségem. Jó lenne néha kis segítség. Nagyon egyszerű lenne, mondok egy példát. Itt van ez a 10 vinyó. Ilyen 10 gigások, meg 20 gigások, tehát semmi extra. Kicsit letesszük, hét az őkbe. Jó, nem. Azért, tiszta pókháló a fejem. Szóval, hogy valaki érte jön, ezekért a vinyókért. Itt a pókháló vagyok. Ha valaki érte jön a vinyókért, föltelepíti őket és visszahozza. Meghoz? És képzeld el, hogy ezt nem nekem kell csinálni. Ez egy király lenne. Na hát, nincs ilyen ember. Úgyhogy ezt a feladatot is én csinálom. Meg a többit is én csinálom. Ilyen diszkrét egyszerűséggel úgy mindent kb. Úgyhogy nagyjából ennyi, jó? Úgyhogy megyek haza, egy kis telepítgetés, stb. Aztán majd megyünk tovább. Nagyon nehéz egyedül. Na jó, jön egy kis segítség. Majd vidd meg ki. Ja, mindjárt kivisszem. Mennyi az idő, nézd meg, mennyi az idő. Egy óra. Faszt fél. Fél négy, nagyon jó. Na, úgyhogy a következő helyzet, 1, 2, 3, 4, 5 számítógép teljesen kész van, ki vannak pipálva, és a pipás számítógép azt jelenti, hogy haver, bekötött billentyűegér monitor kész, lehet kivinni. A többivel még nem vagyunk kész, mert kiderült, hogy az egyik tápunk az kérdőjeles, az valahogy nem nagyon akar működni, meg van egy másik kérdőjeles tápunk is. Meg van egy büdi, ami lehet, hogy füstő vagy valami. Vettünk végre egy sűrített levegős eltasztört. És Sprite, hogy valaki nem értene magyarul, jó? És memóriával ugyanúgy rosszul állunk, tehát DDR1 az mindenképpen kellene. SD RAM-okat, mi az, hogy kettő? DDR2 is kell. Az is kell, de az még nincsen felírva, az a sarok még nincsen feliratozva. Úgyhogy van DDR1-es sarok, DDR2-es sarok, meg SD RAM-os sarok, ami majd lassan szépen meg fog szűnni, jó? Mi a legfontosabb, ami kell a monitor, mert egyetlen teszt monitorunk van. A teszt monitor jelenti azt, hogy hát ezen próbáljuk a gépeket, hogy jó-e. De fizikailag kivinni ezt az öt gépet már nem tudom, mert nincs hozzá monitor. Úgyhogy kaját hozzuk ki. Egy kis még sütemény.
Egy, ja, meg a vinyó. Ha. Még a vinyókat vinnem kell azzal telepíteni. Úgyhogy még van egy-két vinyó, amit azzal kell vinnem. Na mindjárt ezt mindjárt kiveszem. És aztán ennyi, úgy kb. És majd szépen innen megyünk majd tovább.